Sziasztok! Gondolom vagytok egy páran, akik kislányként pörgős tűzszoknyára vágytatok, megbabonázva néztétek a légiesen könnyű, kecses balerinákat, és arról álmodoztatok, hogy egy nap a színpadon eltáncolhatjátok a nagy klasszikusok főszerepeit. Aztán ahogy cseperedtetek, kicsit megkopott a színpad hívogató fénye, és már más irányba terelődött a figyelmetek. És minden megváltozott akkor, amikor megnéztétek az első Disney mesét. Onnantól kezdve hercegnő, királylány, később királynői titulus dobbantotta meg a szíveteket. A drága holmik, a csillogó palota, a puccos estélyek, no és a szőke herceg fehér lovon. Otrubai Melindának mindez megadatott. Volt ő prima balerina abszolúta, szerelmes fiatallány és hercegné is. Igaz, a herceg fehér lovon jött, de egy fekete autó vitte el. Otrubai Melinda 1920. május 24-én született Budapesten. Édesanyja 8 évesen iratta be táncolni, hiszen egy felső középosztálybeli lánynak már korán meg kellett tanulnia a helyes testtartást és a légies mozgást is. A kis Melinda azonban többet kapott a tánctól, mint az bárki várta volna. Isten adta tehetség volt. Amikor az édesapja megtudta, hogy Melindát 11 évesen felvették az operaház tánckarába, égtelen haragra gerjedt. Akkor ott először és utoljára pofon vágta a lányát. Csak akkor folytathatta a táncolást, ha gimnáziumba jár, és sikeres érettségit tesz. Melinda megígérte és tartotta a szavát. A napi rendjeren kívül zsúfolt volt, a hét minden napján napi 6-7 órát töltött a tánc mozdulatai tökéletesítésével, szereptanulással. Ma délután 2-től magántanulóként oktatták, továbbá német és francia nyelvórákon is részt vett. A kemény munka meghozta a sikert. 1934-ben eltáncolhatta a Baba Tündér című balettben a beszélő baba szerepét, és innen nem volt megállás. 14 évesen már kisebb, fix szerepeket kapott, és fizetést is. Folyamatosan képezte magát, mindig jobb és jobb akart lenni. Ezért megpályázott egy 800 pengős ösztöndíjat Párizsba, hogy a legnagyobbaktól tanulhasson. Ne felejtsük el, hogy ekkor még mindig csak 15 éves. Nagyon komolyan készül a szerepeire, hogy csak egy példát említsek. Amikor a Rómeó és Júliát próbálja, minden tudni akart a mű születéséről. A partnerével ezért múzeumokba jártak, akkor irodalmát olvasták, megismerkedtek a mű történelmi hátterével. Azt vallja, hogy nem elég számára az, hogyha csak a tánclépéseket próbálja. Ismernie kell az opera egész szövegét és muzsikáját, és mire eljön a premier, táncá éri meg benne az, amit a zene kifejezni akar. Igazi sztárrá vált. Újságírók követték, mindent tudni akartak róla. Azt, hogy mit eszik, mit iszik, milyen a lakása. Amúgy a szüleivel lakott egy lendvai utcai beli mini palotában. Azt is tudni akarták, hogy az összejöveteleken, premiereken vagy a színpadon milyen ruhákat, milyen kiegészítőket visel. Nagyon érdekes, hogy a kollégáival, kolléganőivel szinte sosem érintkezett, barátságokat nem kötött. Sofőrje hozta és vitte őt. Kicsit olyan, mintha burokban élt volna. Milyen volt az élet az operaházban balerinaként? Még a férfi táncosoknál nem igazán volt kitétel a megjelenést illetően, addig a lányoknak egy sorszabályt kellett betartaniuk. A legfontosabb íratlan szabály az volt, hogy nem mehettek férjhez és nem szülhettek gyermekeket. A műfaj sikeréhez hozzátartozik a gyermeki báj, a könnyedség, az ártatlanság. Hogyan néz az ki, hogy egy férjes asszony ugrabugrál a színpadon? A szigorú szabályok megtiltották még a lovaglást és a korcsolyázást is, de Melinda itt is keresztül vitte az akaratát. Télen korcsolyázott, pedig rettentően balesetveszélyes volt. Egy kisebb sérülés is a karrierjébe kerülhetett volna. Nyáron pedig Goodwill nevű lován versenyzett. Ősszel és tavasszal pedig teniszezett. Volt egy verseny a táncos nők között, mégpedig az, hogy ki tud egy piruettben többet fordulni. Melinda 14-15 forgásra is képes volt, ezért hívták őt ventilátor kisasszonynak. Karrierje 1935-ben indul be igazán, 16-17 évesen. Címzetes magántáncos, később magántáncos lesz. Hatalmas az érdeklődés iránta 1938-ban, ugyanis ekkor érettségizik magántanulóként. Elmondása szerint még a lelke is fázik, annyira reszket, és a Szilvia balett bemutatója kismiska volt az érettségihez képest. Érettségije másnapján már Londonban lép fel, és a nagykövet estjén attrakció lesz.
Még csak 19 éves, amikor Tánc és ritmus címmel könyvet ír. Maga a mű eléggé karcsú a maga 60 oldalával, és a mai szemmel nem különösebben izgalmas, mégis hihetetlen, hogy ilyen fiatalon, ilyen komoly témáról ír, és végigvezeti az olvasót a ritmus és a tánc kapcsolatán az őskortól. Aztán 1943-ban az Operaház Prima balerinájának nevezik ki. Innentől kezdve megkerülhetetlen alakja lett a magyar popkultúrának. Most talán a tánc influencerének lehetne őt nevezni. Sorban jöttek a szponzor felkérések. Reklámozott például szájvizet és gázmaszkot is. Megnyílt előtte a filmek világa. Szerepelt a Pénzáll a házhoz moziban és a Magyar Feltámadás című filmben is, de nem igazán jött be neki a filmkészítés, vágyott vissza a színpadra. 1941 tavasza Melinda életének egyik legfontosabb tavasza lett. A Margit szigeten teniszezve Melinda észrevette, hogy egy jóképű férfi folyamatosan bámulja őt. A félénk halkszavú férfi odalépett a 20 éves lányhoz és feltette a kérdést neki. Tisztelt művésznő, szabad megkérnem, hogy teniszezzen velem? Melinda igennel felelt, hiszen jól tudta, hogy ki is ez a félénk férfi. Eszterházy Pál volt az Eszterházy dinasztia utolsó hitbizományosa. A sötét szőke, finoman elegáns Melinda pedig tökéletesen illett a herceg ízléséhez. Pál herceg 1901-ben született Kismartonban, szüleit gyerekkorában elveszítette, így a hatalmas vagyon felelőssége ólomként nyomta a vállát. Korán fel kellett nőnie a hatalmas feladathoz, ezért is történhetett az, hogy a jogból doktorált herceg komoly, néha rideg férfi benyomását keltette. Művelt, több nyelvet beszélő herceg, nagyon jó partinak számított a kor férjére vadászó arisztokrata hölgyek között. Egy anekdota szerint Melinda már 13 évesen találkozott a herceggel, amikor a Balaton partján biciklizve odaköszön neki. Kezit csókolom, herceg bácsi! Először a teniszezésen kívül más nem történt közöttük, de attól a pillanattól kezdve Pál herceg Melinda összes fellépésén ott volt. Mindig ugyanott, a negyedik sorban. Melinda pedig mindig kilesett a függönyrésein keresztül, hogy megnézze, ott ül-e a herceg. Gyermeki rajongáson kívül egyikőjük sem tett gesztust a másik felé. Melinda táncolt, a herceg nézte. Aztán a 24 éves Melindát egy névtelen üzenettel ellátott csokor várta az öltözőben. A herceg megtette az első lépést. 1944 nyarán Melindát és a családját vendégül látta Eszterházán, a kastélyban. Itt ismét próbálta a herceg rejtett célzásokkal óvatosan kimutatni az érzelmeit Melinda felé, de csak a bizalmasabb magácska megszólításig jutott. Igaz, megkérdezte Melindát, hogy hozzá menne a feleségül, de a lány kikosarazta. Melinda még várni akart, mivel olyannyira összefonódott az élete és a karrierje az operaházzal, hogy elképzelhetetlennek tartotta, hogy véget vessen a Prima Ballerina karrierjének. A kapcsolat a herceggel megszakadt. Ugyanezen év októberében Budapest bombázása alatt a herceg felajánlotta a Várnegyedben található palotájának a pincéjét az Otrubai családnak, akik itt vészelték át a bombázásokat. Melinda a háború végeztével visszatért a színpadra, és 1945-ben elnyerte a balett szakma Oscar-díját, a Prima Ballerina Assoluta titulust, amit előtte Magyarországon még senki sem érdemelt ki. Olyan elismeréssel járt ez a cím, hogy a balettmesterek például bizonyos mozdulatokat, testtartásokat, akár új mozdulatsorokat fenntartottak a számukra, és ezt más táncosoknak meg sem tanították. Ez a cím a mai napig olyan magas rangot jelent, hogy generációként csak egyetlen táncosnő tüntetnek ki vele. Ebbe a kitüntetett időszakban jelenik meg újra Eszterházy Pál félénk, félszeg, második lány kérése. 1946-ban eljegyzik egymást. Ekkora a herceg birtokait már kisajátította az aktuális hatalom, ami Melindának megkönnyebbülés volt. Azt mondta, hogy ha juhász lenne, akkor is hozzá menne. Az esküvői előkészületek a legnagyobb titokban zajlottak, hiszen ott lebegett Melinda feje fölött a kimondatlan, íratlan szabály, miszerint a balerinák nem mehetnek férjhez. A közönség 1946. júniusában láthatta táncolni a Kék Duna keringőben őt utoljára. Ebben a pillanatban még senki sem tudhatta Melindán kívül, hogy ez az utolsó előadása.
Az esküvő még ebben az évben megköttetett, és valódi szenzációnak számított volna egy polgári származású 26 éves balerina és egy 40 feletti milliómos herceg románca, ha épp nem a szovjetek törtek volna rá az országra. Az Eszterházi birtokokat lefoglalták, a herceget kiforgatták a vagyonából. Előtte azért még szép napokat töltöttek a Balatonnál Nászúton, de az újságokban az esküvő híre sem jelent meg három sornál nagyobb terjedelemben. Imádott hivatásáról önként lemondva tudatosan döntött a magánéleti boldogság mellett, hogy szeretett társával kéz a kézben új úton induljon el és családot alapíthasson. Az operaháztól való búcsú után minden kapcsolatot megszakított a kollégáival. Így záródik le Melinda életének legboldogabb fejezete, és kezdődnek az igazán kíméletlen, könyörtelen évei. Vajon boldogan élt, amíg? Köszönöm, hogy megnézted az első részt!